Korábban a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnep várásának izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentősége, de a népi hagyomány még ma is őrzi ezeket a szokásokat. Sokaknak elsőként a kántálás jut eszébe, de vajon tudjuk, hogyan kell kivitelezni? Jó, hát akkor bontsuk három részre, kántálási alapismeretek kezdőknek címmel a kántálást. Tehát kinézzük a házat, ahova szeretnénk menni kántálni, jelzünk, hogy ott vagyunk és kántálni szeretnénk. A következőképpen szabad az Isten dicsérni kérdéssel vagy felütéssel kezdjük a dolgot. Aztán az énekes rész, ahol általunk kedvelt, de mégis klasszikus kántáló énekeket énekelünk. És a harmadik lépés pedig valamilyen jó kívánság lezárásként, például ahány szarka billegteti a farkát, annyi bankó verje a gazdasszony vagy gazda ember markát. A sokak által ismert betlehemezés, mendikálás, pásztorjálás hagyományain túl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különleges tradíciókat mondhat magáénak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei karácsonyi különlegességeket, karácsonyi népszokásokat szeretnénk számba venni, akkor legjobb december 15-ével megkezdeni a sort, mivel ekkor kezdődött a Szent Családjárás elnevezésű népszokás. A Szent Családjárásban 9 család vett részt, és egy felszentelt képet, egy pap vagy egy gazdasszony által felszentelt szent családot ábrázoló képet adtak 9 napon keresztül családról családra, tehát december 15-től december 24-éig vándorolt a 9 családon belül ez a szent kép. Feldíszített házi oltára várták a szent kép megérkezését, és amíg 24 óráig a családnál tartózkodott a szent kép, akkor egy napon keresztül többször is felkeresték a szentképet, és imádkoztak a szentképnél. Következő népszokás, ami tirpákoknál volt jellemző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapcsán a tirpákokat úgy gondolom, hogy mindig meg kell említenünk, olyan különleges népszokásokat, kultúrát képviseltek ők egészen a közelmúltig. Karácsony alkalmával a szent asztal alá, tehát a családi asztal alá, ami meg volt pakolva hagyományos klasszikus karácsonyi ételekkel, különböző mezőgazdasági eszközöket hordtak be, például ekevasat, kapát, villát és egyéb mezőgazdasági eszközöket, mivel úgy gondolták, hogy a karácsonyi áldásból ezek az eszközök is részesülnek idézőjelben, és így majd a termés jó lesz, tehát a karácsonyi asztal alól kikerülő ekevassal megdolgozott föld majd bőtermést fog hozni. Harmadik karácsonyi jellegzetesség itt a megyében az úgynevezett bábtáncoltató betlehemezés. A betlehemezés, mint olyan egész magyar nyelvterületen klasszikus néphagyományként, szokásként értelmezhető, ellenben a bábtáncoltató betlehemmel, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felső Tisza vidéki részén volt jelen. Jellemző. Itt a mögöttem is látható klasszikus betlehemi épületet hordták házról házra, annyi különbséggel, hogy bábozni is tudtak ebbe a kis épületbe, templom épületbe, így színesítve a betlehemezés, betlehemi előadást. A polgárosodás, a fejlődés a népszokásokat részben vagy teljesen háttérbe szorította. Más tevékenységek jöttek szokásba, változott a zenei ízlés, elfelejtették a régi népdalokat, és a ruházkodásban is a kényelmességé lett a főszerep. Bár a karácsonyi népszokások kikoptak a tradíciókból, a Sóstói Múzeumfaluban életre keltek az ünnepi hagyományok.